Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Nem sprint, hanem maraton. Ezt adtam a hétfői élőnek címként, és ez tükrözi, hogy milyen gondolatokat hoztam nektek. Mégpedig abból a szempontból, hogy a tavalyi év, én azt gondolom, hogy sokunk életében megmutatta, hogy az élet számos területe az nem egy sprint, hanem egy maraton. De mit értek ez alatt? Nem tudom, hogy az idei évre vannak-e már kitűzött céljaid, vagy milyen kitűzött célod van, de én a tavalyi év során azt tapasztaltam, hogy bármilyen cél volt az én életemben, amit így kitűztem, mindegy, hogy milyen területen, azt úgy tudtam elérni, vagy annak a mérföld köveit, a kis lebontott céljait úgy tudtam elérni, ha egyrészt napról napra többet tettem, mint előző nap, illetve folyamatosan tágítottam a kis teremet, illetve a komfortzónámat, amit ugye elég sokszor szoktunk használni, illetve emlegetni, és ennek volt köszönhető, hogy akár bizonyos mérföldköveket, akár kitűzött teljes célokat el tudtam érni, és hogy miért a sportnak a példáját hoztam, illetve hát ez a sprint és maraton példa. Látjátok, futáshoz vagyok öltözve, és nekem az egyik ilyen megmutatást, illetve teljesítést a tavalyi év során, hogy nem sprint, hanem maraton, pontosan a futás hozta. Többen hallottátok már tőlem, hogy sose voltam az a nagy futó, és többször nekiálltam annak, hogy legalább az 5 kilométert futással, gyors gyaloglással, de egyben teljesítsem, és ezt a tavalyi évre fő célként kitűztem. Ez egy mérföldköve annak, hogy majd a 10 kilométert meg tudjam valósítani, és elkezdtem ugye ehhez rendszeresen futni, járni. Aztán jöttek a versenyek, utána jött az az időszak, az őszi, amikor én előtte mindig abba hagytam a futást, és itt tavaly annál a pontnál, amikor bejött az őszi hidegebb, esősebb idő, úgy döntöttem, hogy ha fúj, ha törik, ha szakad, ha esik, én megyek futni. És akkor jöttek az őszi versenyek, ez még így belenyúlt december elejébe is, és ma is itt vagyok a futópálya mellett, és ahogy befejezem nektek az élőt, megyek futni, mert a mostani komfortzóna tágítás az nálam pontosan arról szól, hogy mínuszban én még nem futottam. És ugye megint csak hurokba tettem a fejem, mert beneveztem egy futóversenyre. Totyogó talpak a versenynek a neve, tehát ha totyogva is, de a kitűzött kilométert teljesíteni fogom ma, és hogy miért mondtam ezt nektek ilyen részletesen el, pontosan azért, mert ugye én nem tudhatom, hogy neked milyen cél van az idei évre kitűzve, illetve le van-e már bontva rész célokra, rész mérföldkövekre, de bármit is tűztél ki, mindig egy kicsivel tegyél többet, mint előző nap, és ahogy eléred a mérföldköveket, rész célokat és teljesítetted, megint csak tágíts. Az egész azt mutatja, hogy az élet bármely területén, ha folyamatosan cselekszünk, és mindig egy picivel többet teszünk, akkor azok a célok megvalósíthatóak és elérhetőek, tehát ne felejtsétek el, bármilyen területről is van szó, nem sprint, hanem maraton, folyamatosan tegyetek azért, amit kitűztetek magatoknak, mert minden egyes ilyen kicsi lépéssel bármit el tudtok érni, illetve meg tudjátok valósítani. Én is megyek most, letotyogom azt a kitűzött kilométert, legyen szép napotok, sziasztok!